Jó reggelt kívánok mindenkinek! Dávid Ferenc vagyok, a Kékpont Alapítvány biopolitikai műhelyének a vezetője, és nem azért beszélek mikrofonba, mert hogy az egóm ezt megkívánná, bár ez is simán benne van, hanem azért, mert rögzítjük a hangsávot, hogy minél teljesebb videó készülhessen erről a sajtóreggeliről, amit a Kékpont Alapítvány és az ELTE-SZTE közös szervezésében jön létre. Különleges esemény, hiszen nem is tudom, volt-e már olyan sajtóesemény, ahol ilyen sokat lehetett megtudni korunk egyik nagy problémájáról, a designer drogrobbanásról. Most jelenleg ezt egy kutatáson keresztül fogjuk majd bemutatni. Zsóka egy klikkeléssel ráteszi nekünk a programra, a másik irányba kicsit venni kell, és akkor azonnal lehet látni, hogy az első előadónk a mai napon nagyjából egy órás lesz majd a sajtótájékoztató. Először 10 órától nagyjából 10 óra 25-ig professzor dr. Rácz József az ELTE Pszichológiai Intézettől fogja majd bemutatni magát a kutatást, majd ezt követően Pintér Judit fogja a módszertant ismertetni, utána egy rövid filmet fog majd bemutatni, amit a Kékpont Alapítvány herbállomás projektjén belül készült, és tulajdonképpen rávilágít arra, hogy mit is jelent a herbál, mit is jelent a biofűként ismert drog, vagy ezt követően Kassai Szilvia a biofű használók élményeivel kapcsolatban fog majd nekünk tartani egy rövid előadást, ezt követően pedig én fogok majd arról beszélni, hogy a biopolitikai műhely milyen módon találkozott azzal a designer drog robbanással, amelynek következtében ma Magyarországon leginkább ismeretlen és rejtett problémaként áll előttünk ismét a kábítószer használat. Természetesen a végén pedig, mint hogy ez egy sajtó reggeli, kérdezfeleleket is fogunk majd abszolválni. A sajtóanyagokat gondolom mindenki megkapta, természetesen ezeket digitális formátumban egy e-mail címért cserébe el tudjuk majd utána küldeni, illetve kitesszük majd ennek a digitális lenyomatát a Facebook eseményünkbe is. Jó, akkor most azt hiszem, hogy elmondtam mindent, és akkor professzor dr. Rácz József a kutatás bemutatásával megkezdi ezt az igazán különleges sajtóeseményt. Jó napot kívánok! Hát én először csak egy pár szót szeretnék szólni magáról a kutatásról, tehát ez az ELTE és az SZTE, a Szegedi Tudományi Egyetem Pszichológiai Intézet kutatói által végzett vizsgálat volt. Ja, a designer drogokkal kapcsolatban két nagy szertípus alak van Magyarországon, vagy van használatban Magyarországon. Az egyik a mefedronnal indult kristálypentazene vonal, amit intravénásan használnak alapvetően, ezek a katinonok. A másik vonal pedig ez a biofű, herbál, szintifű, műfű, szintetikus marihuána vonal, tehát ennek is sokféle elnevezése van. Ezek a szintetikus kannabinoidok. Itt is van intravénás használat, de alapvetően ezt cigarettában szívják el, ahol különböző növényi anyagokra teszik rá a szintetikus kannabinoidot. Maga a szintetikus kannabinoid az egy vegyületcsoport, nagyon sok vegyület tartozik ide, és ezeken a vegyületeken belül is több száz molekuláról beszélünk, tehát egy óriási csoportról van szó, amiket ugye nem lehet kimutatni vizsgálattesztekkel, és a hatásuk az azért jelentős, mert ugye az agyban vannak olyan receptorok, amelyek ezekhez tudnak kapcsolódni ezek a molekulák, és ugye a marihuána hatóanyaga, a THC is ezekhez a receptorokhoz kapcsolódik, de ezek a szintetikus kannabinoidok kb. 40-szer, 50-szer erősebben kapcsolódnak ezekhez a receptorokhoz, tehát ezért a hatás sokkal erősebb, és hát majd látni fogjuk, hogy igazából teljesen más, mint a THC esetében, mint a marihuana esetében. Tehát teljesen más hatással találkozunk, aminek részben ez az oka, hogy másképp kapcsolódik a receptorhoz, tehát hogy nagyon erőteljes hatása van ezeknek a szereknek, tehát hogy ezeknek az összes szintetikus kannabinoidoknak, tehát ez több száz molekuláról beszélünk. Most a vizsgálatról csak egy pár szót, hogy tulajdonképpen 6 interjú készült, hogy ezt a 6 interjút több hónapon keresztül elemeztük 3-an. Tehát ez arra utal, hogy egy nagyon olyan módszert választottunk, amiről majd Judit fog beszélni, ami egy nagyon részletes és nagyon alapos elemzést tesz lehetővé. Tehát amikor egy ilyen idézettel találkozunk, hogy amikor beveretünk, betompolunk, akkor csak a néma csönd, akkor ezt hogyan lehet értelmezni? Tehát ezt egy használó mondta, ő akkor ez mit jelent, tehát hogyan lehet ezt felfogni. És akkor tulajdonképpen ez a módszer azzal foglalkozik, hogy ezt a idézetet hogyan tudjuk az interjú egészében értelmezni. Tehát, hogy mindig az idézettől mindig az interjúhoz megyünk, és az interjúról lesz egy képünk, és akkor visszamegyünk az idézethez. Tehát betompolunk, ugye az lehet egy pozitív dolog is, hogy ez egy ilyen kellemes, pozitív érzés. Itt használók néha ebben az értelemben használják, ugye ezt főleg gyógyszerfüggőknél találkozunk ezzel, hogy betompolunk, akkor ez egy ilyen kellemes, közömbös érzés, ez egy jó dolog. És itt is van, amikor ilyen értelemben jelenik meg, de máskor egy olyan értelemben, amikor ez a betompulás, akár ebben az idézetben is már nem egy pozitív dolog, már egy rossz dolog, egy negatív dolog, ez nem jó a használónak, tehát az ő megfogalmazásában is. Persze ahhoz, hogy ennek a szónak a különböző értelmét megkapjuk, ahhoz nem kell egy ilyen bonyolult módszert használni. Ez a módszer arra jó, hogy szisztematikusan fel tudja tárni azokat a jelentéseket, amelyek egy-egy élményhez kapcsolódnak. De az igazi jelentősége, vagy az igazi fontossága ennek a módszernek, vagy az újdonsága az, hogy ezeket az élményeket mindig a személyiségre vonatkoztatja. Tehát, hogy az egyén mit gondol magáról, illetve hogy ezek az élmények hogyan kapcsolódnak a személyiségéhez, az énjeihez, tehát a személyiséget úgy fogjuk fel, mint énekből álló halmazt, és akkor ezek az énekhez hogyan kapcsolódik. Tehát, hogy ez az idézet hogyan vonatkozik az illető énjére. Tehát van, amikor az interjú alanyok beszélnek a saját énjükről, tehát, hogy utáltam magam, vagy megvetettem magam, undorodtam magamtól, tehát amikor így direktbe kimondják, hogy mit gondolnak magukról. Máskor viszont a szövegből kell erre következtetni, hogy mit gondolnak magukról, és akkor megint itt az élményt a személyiségre vetítjük vissza, és akkor a személyiségről lesz egy képünk, ami alapján megint visszamegyünk az élményre, tehát megint egy ilyen ide-oda mozgás van az élmény és a személyiség között. És nagyon fontos része ennek a módszernek, hogy nem egy rejtett kutatást, rejtett jelentést akarunk feltárni, nem egy kódfejtésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy az interjú alany mond valamit, és akkor mi azt mondjuk, hogy ezt ő mondja, de tulajdonképpen egészen mást ért alatta, tehát tudattalanul mondjuk valami másra gondol, vagy szimbolikusan fogalmaz, és akkor itt valamilyen szimbólumról van szó, amit meg kell fejtenünk, tehát hogy nem dolgozik ez a módszer ezzel a megfejtéssel, vagy ilyen rejtjelfejtéssel, tehát hogy azzal dolgozik, amit az interjú alany mond, de azt viszont nagyon részletesen kell állandóan egy ilyen oda-vissza körben, tehát hogy az idézet, illetve az interjú, illetve az élmény és a személyiség közötti állandó mozgásban. És ugye maga ez a módszer is a 2010-es években kezd elterjedni, vagy terjedt el, tehát hogy éppen azért, mert nagyon érzékeny ezekre a jelentésekre. És akkor még egy utolsó gondolat a módszerrel kapcsolatban, hogy pont amiatt, hogy nem egy rejtjel megfejtésről van szó, vagy nem rejtett üzeneteket keresünk a szövegben, ezért az előzetes tudásunkat igyekszünk háttérbe szorítani, vagy félretenni, tehát hogy nem pszichológusként, vagy pszichiáterként olvassuk az interjúkat, hanem hát hogy mit jelentenek ezek a kifejezések, de azért vannak olyan tudásaink, amiket nem lehet félretenni, tehát amikor például beveretünk szóval találkozunk, akkor azt érezzük, hogy ez egy nagyon erőteljes szó, tehát aki ezt használja, ugye a verés, ver szó van mögötte, tehát hogy ez valami nagyon erőteljes kifejezés, tehát erről van egy előzetes tudásunk, hogy ez egy nagyon erőteljes kifejezés, tehát akkor ezt érdemes megnézni jobban, azt a szövegkörnyezetet, hogy ez mit jelent ez az énre vonatkozóan, a személyiségre vonatkozóan, miért használja ezt a nagyon erőteljes kifejezést az interjú alany, és akkor ez a módszer ezt is lehetővé teszi. És akkor én át is adom a szót Pintér Juditnak, a Szegedi Tudományi Egyetem Pszichológiai Intézete munkatársának, aki erről a módszerről fog beszélni. Köszönöm. Hát Jóska már eléggé felcsigázta az érdeklődést a módszer iránt, aminek most akkor el is árulom a nevét. Úgy hívják, hogy interpretatív fenomenológiai analízis, vagy röviden IPA, csak így fogok rá hivatkozni, hogy IPA, és nem akarok nagyon tudományos részletekbe menni, meg is beszéltük, hogy nem fogok itt olyan szakszavakkal dobálózni, mint fenomenológia vagy hermeneutika, csak egyszer ejthetem ki ezt a szót, de hogy ahogy a módszer neve is mutatja, interpretatív fenomenológiai analízis, ez egy interdisziplináris megközelítés, egy filozófiai, pszichológiai, értelmezői, azaz hermeneutikai, máshogyára ejtettem ki, de többet nem fogom, esküszöm, módszertan. És hát ez egy kvalitatív kutatás szemben a kvantitatív megközelítésekkel, tehát minőségi, mélyebb rétegeit akarjuk vele feltárni a tapasztalatnak, és az ilyen jellegű kvalitatív kutatások egyre népszerűbbek a humán és a társadalomtudományokban, a pszichológiában, a szociológiában, mert ugye azt látjuk, hogy nem elég az, amit a számok mutatnak, hanem akkor tudjuk megérteni, hogy mit jelent akár a használói élmény, vagy a betegség tapasztalata, vagy bármilyen egyébként nehezen megfogható személyes tapasztalat, hogyha interjú módszerrel megpróbáljuk feltárni azt a jelentést, amit a használók, az átélők számára jelent akár a biofű használat, és nem pedig ugye összehasonlítva adunk egy kérdőívet, ahol 10 kérdésre 1-5-ös skálán értékelni kell, hogy mennyire volt rossz, mennyire volt fájdalmas, maradt-e a személyiségéből valami, igen, nem. Tehát, hogy ennél próbál mélyebbre menni ez a módszer. A 2010-es évektől, 2000-es, 2010-es évektől váltak ezek a módszerek egyre inkább elterjedté. Ugye ez a módszer, az IPA félig struktúrált interjúkat használ, ugye az a jó, hogyha az interjúkészítő minél kevesebbet beszél, az interjú alany pedig minél többet, nyitott kérdéseket teszünk fel, alapvetően a megértésre törekszünk, tehát teljesen nyitott módon mindenfajta kutatói, elméleti előfeltételek, elméleti keretek nélkül hagyjuk, hogy kibontakozzon az a tapasztalat, amit a szerhasználat, a biofű használat jelent a résztvevő számára. Tehát nem akarjuk ráerőltetni az előzetes pszichológiai kategóriáinkat, és hát nagyon érzékeny ez a módszer, ugye előnye a részletgazdagsága, a tapasztalat mélyrétegeit tudjuk kutatni, és ehhez szemben a hagyományos kvantitatív pszichológiai módszerekkel, kis elemszámmal dolgozunk, homogén mintával dolgozunk, tehát a Jóska is mondta, 6 interjú alany éppen elég, hanem még sok is ahhoz, hogy egy ilyen részletes értelmezői munkát tudjunk végezni. Olyan metaforákkal szoktuk ezt megvilágítani, hogy beleülünk a szerhasználó vagy az interjú alany székébe, és onnan látjuk a világot, vagy felvesszük a szemüvegét, bebújunk a cipőjébe, és bejárjuk azt az utat, amit ő megért, majd visszalépünk a saját kutatói cipőnkbe, és egy második lépésben már használva a meglévő pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai tudásunkat megpróbáljuk értelmezni, megpróbáljuk akár egy tudományosabb keretben is megérteni azt, amit ő átél. Úgy is mondjuk ezt, hogy a kutató egy kettős értelmezéssel dolgozik, ugye azt értelmezi, ahogyan az interjú alany, a szerhasználó a saját tapasztalatát értelmezi. Így aztán nagyon értékes belátásokat nyerhetünk, ugye azt, hogy mit jelent a szerhasználó számára, hogyan változtatja meg az identitását, mi tartja benne, milyen veszteségek érik az énjét, és miért annyira nehéz otthagyni ezt az élményt, vagy ott, még hogyha negatív is. Különösen érdekesek számunkra, hogy az ő sztoriaik, narratíváik szerveződnek, hogyan ürül ki az énjük, hogyan töredeznek szét ezek az élettörténetek, vagy a használói út történetei, ők maguk milyen metaforákat használnak. Kíváncsi vagyok, hogy hat ez, lehet, hogy egy kicsit megfoghatatlanul hat, főleg, hogy ahhoz vagyunk szokva, ugye, hogy olvassuk a különféle orgánumokon, hogy a brit tudósok kimutatták, és akkor itt hallunk egy számot, hogy az emberek x%-a, mit tudom én, rosszul alszik el. Ez valóban egy más típusú adatszerzés, de ez a jövő, ezek a típusú módszertanok. És hát bármilyen mélyebb kérdéssel, vagy szóval, hogy még így a részletekre vonatkozó kérdéssel majd szívesen válaszolok, de úgy gondoltuk, hogy ennyi talán elég lesz a módszerről, így első körben. Köszönöm szépen, köszöntök én is mindenkit. Én az interjúkról szeretnék kicsit mesélni, a biofű szerhasználók élményeiről. Talán az még nem hangzott el, hogy az interjú alanyaink 20 és 26 év közöttiek voltak, de valamennyien már több éves szerhasználó múlttal rendelkeztek, ez körülbelül olyan 2 és 6 év között volt. viszont a vizsgálat előtt már legalább egy hónappal egyikük sem használta a biofűvet. Ami az interjúk során alapvetően megfigyelhető volt, ahogyan Judit is említette, nagyon nyitott kérdéseket tettünk föl, illetve tettem fel, mert én készítettem az interjúkat, amelynek az volt a célja, hogy minél részletesebben, minél nyitottabban elmerjék mesélni az élményeiket, és ez a nyitott kérdéssor lehetővé teszi azt, hogy mindenképpen olyanokat meséljenek el, ami számukra is fontos. Így ilyen generatív kérdésekkel kezdtem, hogy mesélj a szerhasználattal kapcsolatos élményeidről, és amit elsősorban tapasztaltunk, az az volt, hogy az élményeiket nehezen tudják elmesélni, szavakba önteni vagy visszaadni. Ennek elsősorban az oka az újszerűség volt, mert nagyon nehéz volt számukra, hogy összehasonlítsák más drogoknak a hatásaival a biofű hatását. Itt például próbáltak ilyen kézzelfoghatóbb dolgokat megfogni, vagy elmesélni, mint hogy milyen a hatásideje, vagy mekkora a használt mennyiség. Ami nagyon nagy különbségnek ítéltek, és ez valamennyi interjúban feltűnt, hogy sokkal rövidebb a hatásideje a biofűnek, mint más drogoknak, olyan 15-20 perc, de ez akár a többszöri használatra csökkenhet is. Amit minden interjú alany szintén kiemelt, hogy nagyon gyorsan kialakult a függőség, már szinte napok alatt kialakult, és ezt elsősorban abban tapasztalták, hogy nem tudták abba hagyni a szerhasználatot, vagy például az éjszaka közepén is többször felkeltek azért, hogy használják. Illetve egy másik nagyon fontos különbség az elhasznált mennyiség. A legtöbb interjú alany elmesélte, hogy 30-40 szálat is elszívott akár naponta. Mehetünk tovább. És nem csak ezek, hanem maga a szernek a hatása is nagyon különböző. Kiszámíthatatlannak ítélték az interjúalanyok, mert többszöri használat után is járhat új élményekkel, és két ciginek sincsen egyforma hatása. Illetve, ami szintén nagyon nagy különbség más drogokhoz képest, hogy nagyon gyorsan változnak ezek a hatások, és ezzel együtt az élmények is pozitívból negatívba. Tehát eleinte van néhány jó élmény a használatkor, ez például kikapcsolódás, ellazulás, relaxáció, de ezek már pár használat után átfordulnak nagyon negatívba. Viszont ekkor a használatot már nem tudják abba hagyni a gyorsan kialakult függőség miatt. És azt is elmesélték, hogy ezek az elvonásnak a tünetei, azok annyira súlyosak és erőteljesek voltak, hogy ez ellen csak az újabb szerhasználattal tudtak védekezni. Ezeket az élményeket tehát, illetve ezeket a hatásokat, amelyeket itt megemlítettem, ezeket próbáltuk értelmezni, hogy ezek milyen élmények az interjú alanyok számára, hogyan próbálják ezeket értelmezni, és hogy milyen hatással van az énjükre. Az első ilyen fontos élmény volt, hogy a szintetikus kannabinoidot, amiatt, hogy ilyen gyorsan változnak az élmények, és amiért ilyen gyorsan megjelennek ezek a nem várt hatások, irányítónak észlelték. Azt érezték, hogy irányítja őket a drog, és többen a függőség élményét is ezzel értelmezték, hogy a drognak irányító hatása van. Tehát elmondták, hogy ők nem akarták szívni, de hogy mégis a szervezetük követelte, és a drog kérette magát, tehát így nem tudták abba hagyni. Illetve egy másik fontos dolog, hogy amiatt, hogy gyorsan megjelennek ezek a negatív élmények, nem tudják abba hagyni a szerhasználatot, és nem tudják kontrollálni ezeket a hatásokat, kiszolgáltatottnak érzik magukat a szer hatásával szemben. Egy másik fontos ilyen élmény volt, hogy azt érezték, hogy a szer hatása átváltoztatta őket. Itt többen beszámoltak arról, hogy olyan dolgokat tettek meg a szer hatása alatt, amelyeket józan állapotban soha. Vagy itt elég erős pszichés, illetve mentális befolyásáról számoltak be a drognak, mert hogy ilyen mindenféle gondolataik jelentek meg, ezeket ők így fejezték ki, tehát zavartságot tapasztaltak, paranóját és agressziót, és ezek a tünetek még erősebbek lettek, amikor az elvonási tünetek jöttek elő, így azt érezték, hogy a szer átalakította, vagy átváltoztatta az énjüket. És így egy ilyen átváltoztatott ént, egy ilyen átalakított ént tapasztalnak saját magukkal kapcsolatban, és ezt drognak az énre kifejtett hatását egyébként egy ellentét formájában is kifejezik, hogy a drog mintha egyszerre elnyomna, de meg is erősítene. Mert egyrésztről elnyomja a személyiséget, elnyomja a lelkiismeretet, és felerősít egy olyan hamis ént, egy egoizmust, amely egy ilyen befelé fordulást okoz. Ennek az egyik fő pontja volt az aszociálissá válás. Maga a függőség kialakulása is együtt járhat egy befelé fordulással, a szociális kapcsolatok hanyagolásával, a külvilág kizárásával, de itt a biofű esetében azt láttuk, hogy már a szer hatására megjelenik ez a befelé fordulás, ahogy itt látszik a második idézetben is, hogy amint elszívja, már nem szeretne és nem is tud beszélgetni senkivel. Illetve ez az aszociálissá válás megmutatkozik a szerhasználói csoport elhagyásában is. Többen beszámoltak arról, hogy egy idő után elhagyták a szerhasználói csoportot, de ami még érdekes, hogyha a használat a szerhasználói csoportban folytatódott, ott is jelen volt ez a befele fordulás, úgy, mint ahogy itt a harmadik idézetben látszik. Tehát nem csak a szociális kapcsolatok, hanem az életük minden területén megjelent ez a befelé fordulás, mert minden gondolatukat, tevékenységüket azt tette ki, hogy a szert tudják használni, illetve hogy meg tudják szerezni. Valamennyien elmesélték, hogy a drog hatására úgy érezték, hogy az kiirtotta az érzéseiket, kiirtotta az énjüket lényegében, tehát kiemelték ezt a romboló, mérgező hatását a drognak, illetve ezt az énjüket, ami lényegében egy ilyen átalakult vagy átalakított én, ezt mivel nagyon negatív élményekkel jár, önundorral kezelik, vagy undorral kezelik, tehát undorodnak saját maguktól. Itt egyébként az utolsó idézet, ami látszik itt a dián, az az interjúalany, aki ezt mondta, már több mint fél éve nem használja a szert, de az önundor még mindig jelen van. Ebben ez látható. Összefoglalva tehát, ami a legnagyobb különbségek a szintetikus kannabinoid használata és más szerekkel kapcsolatban, ezek a gyorsan változó élmények, amelyek gyorsan változnak pozitívból negatívba. Itt kiemelném, hogy a pszichoaktív szerhasználat élménye, amit egyébként nagyon sokszor tanulmányoztunk a kutatásunk során, hogy hogyan lehetne ezeket összehasonlítani. A pszichoaktív szerhasználat élménye az kezdetben egy nagyon pozitív élmény, amely például, hogyha egy alkoholista, vagy egy heroinista, vagy akár egy szerencsejátékos számára játékossá válni, vagy alkoholistává válni, az kezdetben egy pozitív élményt jelent, mert valami olyasmit pótol a használattal, ami előtte hiányzott. És ez a fajta élmény, ez hiányzik a biofű használóknál, mert azt látjuk, hogy egyből negatív élmények jelennek meg. És így az átváltoztatott én miatt, illetve azért, mert egy ilyen idegen ént észlelnek saját magukkal kapcsolatban, ez az élettörténetet megszervező személyiségrész károsodik. És ahogy láthattuk, elvesztik az énjüket, mondhatni így, önundort tapasztalnak, undorral kezelik saját magukat, és a személyiségnek az ilyen jellegű károsodása, ez megnehezítheti mind a kezelésbe jutást, mind pedig a kezelést. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmet.